A Kanári szigetekről ingázik Budapestre az MSP volt elnöke. A Blik információi szerint Tóbiás József az egzotikus üdülőhelyről látja el képviselői feladatait, ahova elmondása szerint fia egészségügyi állapota miatt költözött ki családjával még tavaly ősszel. Utazási és lakhatási támogatás ugyan nem jár a politikusnak, a csak nem másfél milliós képviselői tiszteletdíjat azonban továbbra is felveszi. Kanári szigetek, Spanyolország. Ez a hely meghatározás látszik a szocialista Tóbiás József feleségének egy az interneten közzétett fotóján. Az oldalon számos ehhez hasonló fotó szerepel, amelyeken Tóbiás József és családja a mediterrán üdülő helyszínen pózol. Csütörtökön a Blick írta meg, hogy az MSP egykori elnöke ősszel költözhetett a Kanári-szigetekre, innen ingázik családja és a Magyarország gyűlés között. Tóbiás József ugyanis a szocialista frakcióban jelenleg is képviselő, április óta pedig a Törvényalkotási Bizottságnak is tagja. Ezért a munkáért havonta majdnem másfél millió forintos fizetést vesz fel. Csak hogy a Blick információi szerint a havi járadékért cserébe nem tesz túl sokat. Ebben a ciklusban mindössze három ülésnapon szólalt fel, a Törvényalkotási Bizottságban pedig nyolcból egy ülésen jelent meg, és akkor sem szólt hozzá a vitához. A parlament honlapján közzétett adatok alapján a 2018-as választások óta, vagyis több mint egy év alatt mindössze hétszer szólalt fel. És hivatalos Facebook oldalán is tavaly júniusban posztolt utoljára, akkor is éppen a hét parlamenti felszólalása közül tett közzé egyet. Lehetővé teszi, hogy a kisvállalkozások havonta 1500-2500 forinttal járuljanak hozzá ehhez a magas. Luxus fizetéshez. A videóban a szocialisták a politikusa a akkor az általa luxus fizetésűnek tartott cégvezetők ügye miatt aggódott. Hogy 100 milliókat keressen egy évben, mindezt a hazai kis és középvállalkozások kárára. A Blik megkérdezte Tóbiás Józsefet, mivel magyarázza, hogy ő maga most az Atlanti óceánon fekvő exotikus országba helyezte át a székhelyét. Az mszp képviselő azt mondta, a költözésre fia légúti betegsége miatt volt szükség. Szerinte képviselői munkáját ingázással is el tudja látni, mivel két heten terepül Budapestre. Majd azt is hozzátette, hogy a kérdéseket és az interpellációkat Teneri Fén is meg tudja írni.